Ismételten köszöntöm kedves hallgatóinkat, akik az Oltalom Rádiót hallgatják. Én Herényi Károly vagyok ennek a rádiónak az egyik hangja, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tétényi Évát, 11 órára érkezett vendégünket, beszélgető társamot, akiről nagyon sok mindent el tudok mondani, a legtöbben tudnak róla, hogy Esztergom polgármestere volt 2010 és 2014 között, azon kívül építészmérnök, de hát az építészmérnökségen kívül van még egy különleges tulajdonság, hogy fest, festőművész. És nem is akárhogy, hiszen kiállításokat rendez, szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. No, a polgármesterséged, ami hála Istennek hagyott nyomokat maga után. Tehát elhangzott akkoriban egy olyan mondat a szádból, hogy vagy egy rendszerhiba vagyok, vagy én vagyok a jövő. Így van. De hogy látod ezt? Nagyon jó mondat. Tehát én, ahogy elolvastam, én azonnal beleszerettem, mert ez egy nagyon pontos helyzetértékelés. És az embert érik kudarcok, tehát érik olyan dolgok, amire talán nincs felkészülve, és nem úgy kéne, hogy alakuljon, de ez általában a jó embereket nem töri meg. Hát remélem, hogy én is jó ember vagyok, mert hogy nem tört meg ez a négy év. Két mondásom volt, az egyik ez, hogy vagy a rendszer hibája vagyok, vagy a jövő, a másik pedig, hogy előbb-utóbb mindenki rájön, hogy esztergomi. És úgy tűnik, hogy az idő az vázi nekem dolgozik, hiszen mindaz, amit most az országban látunk, ugyan más miatt, de végül is, amit 2010-ben én megtapasztaltam, hogy ennek a Fidesz- vagy NER-rendszernek mondjuk így, egy olyan önpusztító gépezete van, ahol sem az értékek, sem az erkölt, sem az emberség nem Számít, és az ő céljaikat mindenképpen el fogják érni. Talán emlékeznek, és én ezért is lettem idézőjelbe egy híresebb ember itt Magyarországon, hogy bizony kikapcsolták nálunk a közvilágítást, nem jártak az autóbuszok, a testület nem szavazott meg pénzt útfelújításra, zöldfelületek fenntartására, tehát mind olyan dolgot műveltek, amit most valami miatt mi is, illetve majdnem minden ember a saját bőrén megérez. És miért mondtam én, hogy a rendszer hibája vagyok vagyok a, vagy a jövő, azért, mert bármi hihetetlen, én egy független-független embernek tartom magam, ami azt jelenti, hogy egyik pártnak sem kerültem bele a bűv bár nem tagadom, többen azért ajánlatokat tettek. Én hiszek abban, hogy az a fajta emberség, az erkölcsi magatartás vagy a jóság fogalmazzunk így, az pártoktól függetlenül mindig megtalálja a saját útját. Mielőtt rátérnénk a politikai ügyekre, amik roppant fontosak, rólad egy pár szót építészmérnök vagy, az azt jelenti, hogy struktúrába vagy képes gondolkodni, tehát szerkezetekbe. Ráadásul olyan vizualitásod van, ami nyilván, nyilván a festészethez is ez vit közel. Ha azt mondom, hogy aranymetszés, amit én még általános iskolában tanultam, na pedig alig tudják, hogy mi az. Fontos dolog az aranymetszés, az arányok, a szabályok, hogy valami, hogy néz ki. Hát az arányok, itt van a kulcs elrejtve. Tulajdonképpen, ha megnézzük, ugye mi szeretnénk harmonikusan élni, és minden kultúra a saját maga eszközeivel megpróbál ehhez utat keresni. Ugye Ázsiában ilyen az Arjuvéda, vagy ilyen a Feng Shui művészete, itt nálunk a reneszánsz időszakban az aranymetszés, vagy ezeknek az arányoknak a, a megtalálása volt, vagy a modernebb korban mondhatjuk azt, hogy Le Corbusier volt, aki sokat foglalkozott az emberi test arányaival, és ahhoz próbálta meg az építészetét alakítani, és hozott létre különböző modulokat, vagy modulórendszereket. Igen, ez a, so, az a gondolkodásomban eléggé, hát számít, vagy vagy sokat segít, de ha már az én személyes hitvallásomat kérdezted, még gimnazista koromban édesapámtól kaptam egy könyvet, Marcus Aurelius elmélkedéseit. Talán kevesen tudják, hogy ott Esztergom közelében a Garam torkolatánál írta ezt a művét, és amikor elolvastam, egy mondat volt, ami nagyon megragadott. Tegyen vagy mondjon bárki bármit, nekem smaragnak kell lennem, meg kell őriznem a színemet. És talán ez az a vezérfonal, amit másnak is tudnék ajánlani, bármivel is foglalkozik, hogyha az embernek van egy saját gondolata, elképzelése a világról, és ebben hisz, akkor azért érdemes kiállni minden körülmények között építészetre visszatérve, meg gondolkodókra, van egy nagyon érdekes könyv, G.T. Hall írta, és az a címe, hogy Rejtett dimenziók. A proxémika tudományával foglalkozik, amit én addig, amíg a kezembe nem került ez a könyv, nem nagyon tudtam, hogy mi. Ez tulajdonképpen távolságtartás az élőlények között. Vannak a juhok, akik abszolút érintkező, és hát vannak az elefántok, zsiráfok, akik abszolút önállóak. Az emberi társadalomban is, sőt az építészetben is van ennek nyoma. A kínaiak szegényebb helyeken olyan házakban élnek, ahol nagyon sokan, ahol a lakásokat egyetlen egy vászon választja el egymástól. Tehát úgy érik az életüket, hogy annak minden zaja a szaporodástól kezdve az emésztésig, végig hallatszik az egész házon. És ahogy jövünk nyugatabbra, egyre nagyobb a tér, ami elválasztja az embereket, és elmegyünk Agliába, hát ott már nagy belmagasságok vannak, tehát hogy az építészetben ez az emberi tulajdonság, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz, ez követhető. Mondták nekem hozzáértők, hogy például azok a finn házgyári lakótelepi lakások, aminek a belmagassága, mint tudom én, 245 centi, az túl alacsony hozzánk képest, és hogy ez társadalmi depressziót is okozhat, ha sok ember él ilyen beszűkített helyen. Van ennek igazságtartalma? Ennek a, vagy, ez, vagy ez kitaláció? Hát azt is szoktuk mondani, hogy az építészet minden esetben a társadalom lenyomata. És tényleg így van, hogyha csak körülnézünk a saját környezetünkbe, amikor építe, épültek az iparosított technológiával a lakótelepek, a szocializmus eszméjét követve, vagy a szocialista realizmus időszakát, igen, ez a mindenki egyenlő, tényleg csak annyi élettel térkel nekünk, de mindenkinek legyen egy külön lakása. Vagy ha megnézzük a főúri építkezéseket, a pompát, a nagy tereket, ez mind-mind annak a társadalmi-gazdasági időszaknak egyfajta lenyomata, amit az építészet leképez. A mai nap is így van ez. Ugye most a globalizáció időszakát éljük, és ha elmegyünk akár Dániába, Németországba, vagy Magyarországon az új épületeket megnézzük, hát olyan nagyon sok különbséget, nem nagyon látunk, maximum nyugaton kicsit nagyobbak, vagy kicsit jobb minőségűek az építőanyagok, de maga a stílus, vagy maga az a megfogalmazás azért már eléggé globalista szemléletet tükröz. Van egy épületnek lelke? Ezt azért kérdezem, mert a, a, a minimálárt, ami most nagyon terjed az építészetbe, és kocka alakú minden lapos tetejű, ö, szögletes, egy ív nincs ott ott van annak lelke? Tehát, vagy kell, hogy legyen? Hát ugye ez nagyon érdekes kérdés, amikor mi lélekről beszélünk, ugye én azért településekkel is foglalkozom, akkor ugye az úgynevezett géniusz loki vagy loci, ugye amire mondjuk, hogy a hely szelleme vagy a hely lelke. Azt gondolom, hogy van ilyen. Az egy más kérdés, és akkor visszatérünk, ugye, ha említetted ugye a mai minimalista építészetbe, hogy mivel magyarázható, hogy ennyire sivár lett a környezetünk? És akkor gondoljunk arra, hogy és különben az életünk nem ennyire sivár, hogy mennyire távolodtunk el a természettől, hogy a kultúra, ha csak a napjainkat nézzük, szinte a legutolsó, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, hogy szinte mindenki azt a minimális körülményt akarja magának megteremteni, ami az életéhez szükséges. És mindaz, ami egy kicsikét szebbé tehetné, azok valahogy úgy elveszendőbe vannak. Természetesen a minimalista építészetnek is vannak jó és szép alkotásai, és hát azt szoktam mondani, hogy az ember a lelke mindennek. Természetesen mi magunk is érezzük, mondjuk, hogy valamelyik hely tetszik, vagy nem tetszik nekünk, de azt gondolom, hogy valahol a kettő között van a megoldás, hogy az épületek, vagy a környezet is hozzájárul ahhoz, hogy mi mit látunk, napfényes egy tér, és akkor állandóan mosolygunk, vagy mondjuk nincs ablaka, vagy dohos, büdös, és akkor nem érezzük ott jól Magunkat, de biztos az, hogy azért a lélekhez az is kell, hogy milyen emberek lakják, illetve milyen a környezete. hát szegényedik a világunk. Ilyen kocka alakú képződmények a természetben nem igen vannak. Tehát ez is jelzi, hogy szakadunk el, de közösségi terek, ami megint egy nagyon fontos dolog. Én például a Prágát azért szeretem, mert tele van ilyen terekkel. Az, hogy a prágai társadalom vagy a cseh társadalom olyan, amilyen, abban szerintem az építészetnek rendkívül nagy szerepe volt. Nem tudom, hogy melyik idézte elő a másikat. Hogy a terek miatt lett olyan a társadalom, vagy a társadalom követelte ki a tereket, de ha Prágába elkezdesz sétálni, akkor egyik tér a másikba ér, ami közösségi találkozások helyszíne. Piacok, kereskedések, vendéglők, tehát az emberek érintkezhetnek egymással. Mintha a 19. század végén, amikor Budapestet építették, akkor a város méreteihez képest, mint a kevés ilyen tér lenne, legalábbis nekem kevés. Hát akkor ugye térjünk rá az ingatlan spekulációra. Mert valójában az, hogy mennyi egy városban a beépítetlen úgynevezett fölösleges zöld tér, az mindig attól függ, hogy azok a vezetők, akik elhatároztak valamit, hogy milyen várost építenek, erre fordítottak-e gondot. És ugye megkérdezem, hogy manapság mondjuk, hogyha kellene választani egy beruházónak, hogy építe egy tízemeletes irodaházat, vagy annál többet, vagy mondjuk létesít egy közparkot, valószínű, hogy az irodaházra szavazna, mert annak több a haszna. És itt kérdőjeleződik meg az, amiről beszéltünk, hogy a társadalom ki tudná-e kényszeríteni a városokban, hogy azok az üres terek vagy területek, amik még vannak, és egy pici levegőhöz juttatják az embereket. Sőt, itt, ahol beszélgetünk a nyolcadik kerületben, ez különösen érdekes és fontos, meg, meg Budapest belvárosáról is beszélhetünk, hogy mennyire szükségünk lenne arra a zöldre, azokra a terekre, amiről beszélsz, ahol nem csak találkozni lehet, hanem egyszerűen jót ott végig sétálni, meg egy kicsit fellélegezhetünk. Leülni. Leülni. a hát, valamibe, amiben lehet. Hát, hát igen, így azt mondom, hogy minden egyes önkormányzatnak Magyarországon nagyon nagy felelőssége van abban, hogy milyen lakó környezetet alkot. Az embereknek meg abban van felelősségük, hogy milyen képviselőket választanak, hogy azok majd milyen lakóterületet alkossanak meg nekik. És azt talán nem említettem, de én az építészmérnöki diplomám mellé szereztem egy település tervező, illetve egy település fejlesztés és városgazdasági szakmérnöki oklevelet is, ami azért nagyon fontos, mert ugye egy házról is beszélhetünk, de valójában ez ugye egy városi szövetben él, és azok Ez alkodják, a házak összessége. Így van. Így van. Tehát persze tudom, hogy sok gazdasági, meg közlekedési, meg sok minden más egyéb is meghatározza a városokat, de valahol itt van a kutya elás, vagy így mondjuk. Mi? De, hogy, hogy gazdálkodnak azzal a területtel, ami rájuk van bízva? Beépítik-e a pénz reményébe, hogy ezért pénzt lehet kapni, eladják-e, vagy pedig megtartják közterületnek? Hát igen, Magyarországon nagyon kevés a, már a köztulajdonban levő ingatlan, mert amikor elkezdődött a privatizáció, akkor tulajdonképpen az önkormányzatok, illetve a lakók is megvásárolhatták a lakásokat. Gondoljunk csak az Andrási útra, szinte fillérekért megvette a tulajdonosok a lakásokat, de a felújítási költség olyan magas, hogy ezzel nem tudnak... Elfelejtettek így... szólni, hogy nem csak a lakást veszik meg, hanem az egész házat. Pontosan. És a lépcsőház is az ővék, meg a lift is, meg a pince, meg a padlás, meg a tető. <laughs> hát... És az olyan járulékos költség, amire senki nem volt felkészülve. Legalábbis nem tudatosult a vásárlókba, hogy az is az ő terhük lesz. Illetve, hogyha ha a magántulajdont nézzük, ugye a magántulajdonban már a köznek nincsen beleszólása, egyedül egyetlen egy eszköz marad, ez az úgynevezett szabályozási terv, vagy településrendezési tervek, amit egy konszenzus alapján uh -huh. kell meghozni. És hát ugye itt van, hogy milyen módon kérik ki az emberek véleményét, beleszólhatok-e én, mint lakó ezekbe a tervekbe, és a magántulajdonos mit fog szólni ahhoz, hogy ő mondjuk nem építhet oda egy tízemeletes épületet, hanem mondjuk esetleg közparkot kellene létesítenie, amire ma Magyarországon szinte remény sincsen, és akkor nem beszéltünk azokról a kiemelt állami beruházásokról, ahol mindenfajta helyi építési szabályzatot felül lehet írni. Én a Balaton partján élek most már 40 éve, vagy 40 valahány éve, és szörnyűködve látom, hogy mi történik a Balaton partján, hogy az értékes közterületeket hogy adják oda magánkézbe, és hogy a, magánkéz az mit csinál vele. Hát kevés hallgató tudja, és muszáj beszélni róla, hogy az a település szerkezet, ami kialakult például a Balatonparton, az nem lett kitalálva, hogy Mondjuk 204 szögön építsenek egy 60 lakásos társasházat, amiben él 180 vagy 200 ember, aki lehúzza a vécét, t meg használja a vizet, és nincs hozzáigazítva a csatornázás, a, a közművek ellátók, és ebből óriási tragédiák lesznek. Ezt nem látják az önkormányzatok? Igaz, hogy most már nem az önkormányzatok adják ki az építési engedélyt, hanem a kormányhivatalok. Figyelnek erre? Hát az az érdekes, hogy amikor évekkel ezelőtt, aztán még akkor Lázár János volt az építésügyért felelős, vagy előzőleg is ugye ő volt, csak közben volt neki egy kis szünet, Azért, hogy kevesebb legyen az adminisztráció, egyszerűsített eljárásokat hoztak be, illetve a kormányhivatalokhoz aztán átkerült ugye az építés hatósági jogkör. Azt kell mondanom, hogy jelenleg van olyan építkezés, ha egyszerű bejelentéssel történik, és mondjuk a helyi önkormányzat nem is akar településképi konzultációt végezni, úgy építhetnek föl épületet, hogy a tervező nyilatkozik, hogy mindennek megfelel, és hip-hop felépülnek az épületek igen, kellenének ezek a jóváhagyások, de mivel az építési engedélyezési folyamat is nagyon leszűkült, sőt, vannak olyan eljárások, ahol maga a hivatal sem vizsgálhatja például, hogy megfelelően mondjuk a közmű kapacitás, elég egy nyilatkozatot benyújtani az építőnek, hogy oké, okay, minden rendben van. Így sajnos azt kell mondanom, hogy igen, nagyon sok helyen, és nem csak a Balatonparton, olyan túlépítkezések történnek, amit sem a közműhálózat, sem a közlekedési hálózat, gondoljunk csak a parkoló, meg az utak keresztmetszedétre, sőt, még az infrastruktúrális hálózat sem tudja követni. Például a budapesti agglomerációban óvodák, iskolák ugyancsak úgy van, hogy kevés a férőhely. Én olyan dologgal is találkoztam, amikor az engedélyező hatóság indoklásképpen, hogy miért adta ki a, a, az engedélyt, a kérelmező anyagát egy az egybe átvette. Tehát a kérelmező leírta, hogy ez milyen marhajó, jó, amit ő kitalált, aki beadta az engedélykérelmet, és ezt egy az egybe szó szerint indoklásként beleírták, hogy ezért fogják odaadni. Hát nem ez lenne a feladat egy hatóságnak, de ezt hagyjuk is. Hadd kérdezzelek a festészetedről, mert most egy nehéz mutatványba fogunk bele, ugye hát egy vizuális művészet a festészet, és most a rádióban megpróbálunk erről Ö, ö, beszélni valamit. Mi, mi vezérelt, hogy hogy ecsetet, ceruzát ö, ö, vegyél, és vászon elé, vagy papír elé ülj, és, és kifessél magadból valamit, vagy kirajzolj magadból valamit az építészettel, ez nyilván összefügg, hiszen az egy vizuális tudomány. Hát részben először is azért pontosítani, hogy én nem vagyok festőművész, ugye autó módon. majd eldöntik, <há> ugyan? Majd ezt eldöntik a nézőink. el. Először természetesen, mivel ugye az építészet, anélkül, hogy valamit az ember ne rajzoljon le, vagy ne önteni formába a gondolatait, elképzelhetetlen. És mi még abban az időben tanultunk, amikor például akár a felvételinek is egy fontos része volt a szabadkézi rajz, meg hát akkor még nem számítógéppel, mert arhikeddel dolgoztunk, hanem bizony skicpausszal, puhaceruzával, és ott kellett megmutatni, hogy mit szeretnénk elérni. Tehát házakat, ilyen városképeket rajzolni, az nem különösebb kihívás számomra. Viszont az életem során találkoztam egy olyan norvég festőművésszel és zeneművésszel, aki portrékat festett, és úgy rájöttem, hogy talán ez a legnehezebb műfaj, miért ne próbálhatnám meg én is, teljesen csak ilyen hobbi szinten. Na és akkor onnan kezdődött a pasztel, az olaj, az akríl, a való ismerkedés, és akkor ez így nagyon... És portrék, zömében portrék. Tehát... Akkor azok portrék voltak, igen. Uh -huh. Mert ugye nagyon nehéz eltalálni azt a tekintetet, vagy azt a jellemzőt az emberről. Ugye a karikatúristák ezeket kiszokták külön karikírozni, de hát azért egy jó portréban sok minden benne van, akár a színválasztás, akár egy mosoly, bármi, amitől tényleg az jön vissza, amit szeretnénk látni, vagy aki számunkra az ember. Így aztán a családomban tulajdonképpen mindenkinek van van egy portréja saját magáról. És aztán telt múlt az idő, és amikor, ahogy említettem, 2010 és 2014 között polgármester lettem, az egy annyira más közeg volt, és annyira le volt korlátozva az én alkotói tevékenységem, hogy bizony minden áldott nap ceruzát fogtam, és este, éjszaka, hajnalba, vagy amikor ráértem, mindig született egy-egy rajz vagy grafika, amik most utólag visszanézve, mellesleg egyszer ezeket is érdemes lenne újra átnézni, érzelmeket fejeztek ki. És hát azért most így megnézve, vannak köztük elég szörnyű érzelmek. Ezek inkább ilyen bánat, meg nem értés, nem, nem nagyon ér Elutasítottság. Így, így van, nem megértettség. Tehát olyasmi, amit én Amiket akkor nem Nem tudtam szavakba önteni, vagy nem is volt rá mód és lehetőség, azt kirajzoltad magadból. Így van. És talán ez volt az egyik olyan pont, ami miatt én meg tudtam maradni embernek. Aztán amikor 2014-ben a polgármesterséget abba hagytam, egy barátnő mondta egyszer, hogy Éva, vigyázz, mert van egy posztraumás stressz időszak. Hát, gondoltam, ez nem annyira érdekes. Hát aztán eltelt egy hónap, és úgy valahogy rám telepedett minden, és amikor visszanéztem mondjuk egy-egy testületi ülést, amit én vezettem le, és amit ott velem műveltek, Elkezdett ömleni a könny a szememből, és akkor rájöttem, hogy nekem most igenis ezzel dolgom van, és akkor egy évig semmi más nem csináltam, mint sírtam, és ikont festettem. És miért pont ikont? Azért, – Rendesen, igen, fára, úgy, ahogy elő van írva, vászont rátenni, learanyozni, elő rajzolni, és hát ugye egy-egy ilyen ikon az akár hónapokig is tarthat, és ugye ennek pont az a lényege, egyesek azt mondják, hogy az ikonfestészet nem más, mint amikor ablakot nyitunk a mennyországra, és azon a személyen keresztül, akit éppen festettem, vagy szenten keresztül, valahogy úgy a gondolatok is így elkezdtek megnyugodni, és ez feldolgozó időszak volt. Azt nem mondom, hogy jól éltem, mert ugye mindig, tehát sose éltem nagylábon, de hát ez egy ilyen időszak volt, erre időt kellett szánni, és akkor elég sok ikont megfestettem, és ebből egy kiállítás is lett aztán a Magyar Újságírók Szövetségének a székházában. De hát volt másik kiállításod is, hiszen amikor leköszöntél a polgármesterségre, akkor párkányba volt a búcsúztatod, és ott volt egy, több száz képet állították ki. Hát az egy nagyon-nagyon szép emlék, részben azért, mert talán kevesebb hangsúlyt kapott, hogy azért, hogy én azt a négy évet így végig tudtam csinálni, rengeteg embernek a szeretete, gondoskodása, odafigyelése, vagy csak gondolata számított. Még ma is megállítanak az utcán, ha megismernek, és mondták, hogy mennyire drukkoltunk, és, és hát együtt éreztünk. Ezt valahogy az ember úgy... Éreztem, még ha nem is tudta pontosan, hogy ez így van. Na most az a kiállítás azért volt érdekes, mert úgy éreztem, hogy nekem is valamit a közösségnek adni kellene, és ami eddig felgyülemlett, és ezt nem látták, mert azért ez egy elzárt terület volt, nem erről voltam én akkoriban nagyon ismert, hogy ezt odaadom. És mivel Esztergomban nem lehetett megrendezni ezt a kiállítást, a Duna túlpartján levő szlovák testvérvárosunk, azóta sajnos már elhunyt polgármestere, Jan Oravec úr mondta, hogy Éva, gyere, itthoni, itthon vagy, itt megrendezzük neked ezt a búcsú kiállítást. És azt gondolom, hogy akik azon részt vettek, de számomra is ez egy nagyon szép és meghatározó élmény lesz, amiben részben a közösség is kifejezhette azt a szeretetét és köszönetét, amit én adtam nekik négy év alatt, és én is valamit esetleg tudtam nekik adni, amit eddig nem láthattak belőlem. Az előbb azt mondtad, hogy az ikonfestészet az, az egy kis kapu vagy nyitás a mennyországra, én ezt úgy bővíteném, hogy ez egy nyitás, egy rés a végtelenre. A te tudományod, a házak tervezése, vagy városkép rajzolás, az egy véges dolog. Az egész életünk ugye véges, mert megszületünk, meghalunk, mindent mérhetünk centibe, kilóba, literbe, köbméterbe, hát viszont itt van a végtelen. És amikor te a véges dolgokat megrajzolod a tervezőasztalnál, akkor marad benned egy hiány, de mi van az, ami, ami túl van ezen az egészen? És erre jó a művészet, a zene is, és milyen érdekes, hogy az előbb mondtad, hogy festőművész és zenész, mert ez a két művészet, ami leginkább, túllép a ráció határain, és tulajdonképpen megfestheted a végtelent, vagy a véges mögötti világnak legalábbis egy részét, ahogy, ahogy te látod. Én szerintem ez egy óriási felszabadulás az embernek ebből a létkötöttségéből. Hát azt hiszem, hogy az alkotásnak az örömét fogalmaztad mm. meg ilyen szépen. Zárójában megjegyzem, én is zenéltem, vagy zenélek. Általános iskolában mm. énekzenetaggozatos tagozatos iskolában jártam, és aztán utána a Szimfonikus Zenekarban üsdobos voltam, fuvaláztam, meg zongorázom a mai napig is. Tehát, hogy ez tényleg valahogy így egybe van a művészetekkel. Igen, az alkotás. Tehát talán bennem, mivel nő vagyok, nincsenek olyan önmegvalósító gondolatok, mint talán egy férfiban jobban, hogy valami nyomot hagyjon Nem mondj talán. ilyeneket! Hát... Nem mondj ilyeneket! Ez nem férfinő kérdés. Hát akkor nem tudom, lehet, hogy csak az alkotó emberek között több férfi van, mert azoknak több idejük van arra, hogy vagy lehetőségük, hogy megmutathassák magukat. De az tény hmm. is való, hogy az alkotás, tehát a szellemnek a szabadsága, az mindennél fontosabb. Teljesen egyetértek ezzel. No hát, ö, ö, ugye azt mondtad, hogy vagy rendszerhiba, vagy vagy te vagy a jövő. 2010-ben kétharmaddal nyertél, tehát úgy lettél, és egy nagyon kemény Fideszes ellenfele győztél le, és támogatott téged minden ellenzéki párt, nem intítottak ellened. Aztán jött 2014, és hát nem volt már felhőtlen a kapcsolatod a pártokkal, a téged támogató pártokkal, úgyhogy 2014-ben már senki nem támogatott a pártok közül, egyedül indultál, és alig maradtál le tehát nem sikerült, ö, ö, akkor már indítottak ellened, vagy csak nem támogattak a, az ellenzéki pártok? Hét ö, embert indítottak ellened. Hét embert indítottak ellened, és ennek ellenére... Két százalékkal, 2,3 százalékkal. Talán azt is tudjuk, hogy melyik hmm. körzetben volt nem teljesen tiszta a választás, de meg kell mondanom, hogy miután a képviselőtestületben ugyanúgy kétharmados többséggel fideszes emberek volt. Voltak, ezért ha meg is választottak volna, akkor is lemondtam volna, mert azt mondtam, hogy még egyszer olyan négy évet nem fogok végigcsinálni. Nem akartál még egyszer Budapestre gyalogolni emberek kíséretében, <háll> hogy, hogy az egy nagyon szép dolog volt, hogy te vállaltad azt, hogy gyalog eljöttök Budapestre. Hát és... annak is van egy története, Beszélj, de. Ö, ugye, amikor kiderült, átvettem 2010-ben a várost, Esztergom városát, 26 milliárdos hiány volt, amit akárhogy osztottam, szoroztam, mint mértök ember, hát ezt kigazdálkodni biztos nem lehet. És amikor az én fogadó órámon... meg... Még mennyi az éves költségvetése? A hát akkor egy olyan 5-6 milliárd volt. Tehát ötszöröse mondom. az éves költségvetés, Igen. ötszöröse volt a hiány. Itt hát azért a az szép mennyiség. Hát meg kötvénykibocsájtások voltak, sok minden. És amikor ugye megjelentek az én fogadó órámon azok, akiknek a város, mit tudom, 100 milliókkal tartozott, hát egy idő után már csak nevetni tudtam rajta, mert ez lehetetlenség volt kigazdálkodni. És akkoriban még lehetővé tették az adósságrendezés elindítását. Zárójelbe ez ez az a törvény, ami biztosítja az önkormányzatoknak, hogy ne kelljen csődbe menni. Így van, hanem egyfajta hát ilyen adósság áttütemezéssel élni tudjanak. És azt hiszem, ez volt a legnagyobb bűnöm, hogy tulajdonképpen akkor minden napvilágra került, ami előtte gazdálkodásban hát el lett rontva, vagy, vagy olyan kötvényeket bocsájtottak ki, aminek nem volt fedezette. Tehát sok mindent láttam én akkoriban. És ugye volt egy úgynevezett válságköltségvetés, amiben én azért voltam biztos, mert azt előírja a törvény, és az alkotmány is biztosítja, hogy az önkormányzatnak a kötelező feladat ellátását biztosítani kell. Kiszámoltam, hogy erre lesz pénz a bevételekből, ugye nálunk azért a Suzuki az egyik legnagyobb adózónk, tehát ez biztos, ezért el lehetett indítani az adósságrendezést. Na most az én drága testületem, Pont ezekre nem szavazta meg a költségvetési összegeket, mint ahogy mondtam, például De Ez törvényellenes volt. Természetesen. Na, és akkor mondtam azt, hogy na hát, ha ez előfordul, na akkor mi felmegyünk Budapestre és kérünk új választást a parlamenttől. És tényleg nem szavazták meg. Na most egyszer már kimondtam ezt, hogy elmegyünk gyalog Budapestre, hát akkor ezt meg is tettük, és akkor ez meg is történt egy szép tavaszi napon. Hát mondjuk most a mostani fejemmel valószínű nem jöttünk volna haza. Tehát, hogy ott a probléma az az volt, hogy én azt gondoltam naívan, hogy ennyi ember megmozdul, elmegy, ezt mindenki látja, hogy itt tényleg egy lehetetlen, tarthatatlan állapot van, lesz egy új választás, és akkor majd másképp működik a, a település, akár még annak az árán is, hogy én nem leszek még egyszer polgármester, tehát nem ez volt a cél, hanem az, hogy az ott élő embereknek jobb legyen a sorsa. Abszolút jó hiszemű ember vagy, Eszedbe jutott már, hogy megbánjad ezt a jó hiszeműséget? Hát nem. Olyan értelemben naivitás volt természetesen azt hinni így gondolva, hogy egy polgármester, hogy a szakmai alapon független-függetlenként kerül egy ilyen helyzetbe, akkor hozhat jó döntéseket. Mert hát rá kellett jönnöm, hogy sajnos oly annyira át van politizálva ez a mai társadalom, hogy még a helyi önkormányzatoknál sem biztos, mondjuk kisebb településeket kivéve ilyen tízezer fő alattiakat, hogy ténylegesen az ott élő emberek érdekei mentén lehet minden esetben döntést hozni? Hát én egy 2300-as településen ennyi lakos van élek, és az a Fideszes többségű egy nem Fideszes van a testületben. Ők úgy gondolják, hogy az a város az övék. Mert ráadásul ugye a kicsi léte ellenére városi rangja van, aminek túl sok előnye nincs egyébként, de hát rang és cím és hát úgy bánnak ott a köztulajdonnal, mintha az övék lenne. Osztogatják egymás között, szóval borzasztó dolgok vannak. Egyébként a politikai viszonyokra egy jellemző példát, hadd mondjak egyszer, valamilyen autóbuszon együtt utazott, nyilván külön buszon, az András úton Tarlós főpolgármester és Orbán miniszterelnök. És hát a gyönyörű épületek az András úton, és megkérdezte e, e, Orbán, hogy ez az épület még miért nem a miénk. És ezt leadták a tévébe, és a Tarlós főpolgármester azt mondta, azért a törvény nem teszi lehetővé. Miniszterelnök azt mondta, hát akkor megváltoztatjuk a törvényt. Hát ez így megy, mintha a törvény rájuk nem ugyanolyan hatállyal vonatkozna, hát mi akkor változtatjuk, pláne kétharmaddal? Hát akkor mondok erre még két helyes példát. A, az országgyűlés miattam két, három törvényt hozott. Az egyik, ugye megmódosították a adóságrendezésről szóló törvényt, hogy lehetőleg ne tudja elindítani a független polgármester máshol ezt az eljárást. Az önkormányzati törvénybe kötelezően előírtak egy alpolgármester választást, és meghozták az úgynevezett Lex Esztergomot, amikor mindenki előtt egy évvel állami gondozásba vették nálunk az iskolákat akkor te nyugodtan elmondhatod, hogy te nem ökonomiai lábnyomot hagytál magad után, hanem politikai lábnyomot, mert ez kevés ember, kevés polgármester mondhatja el magáról, hogy három törvény is azért született, hogy az ő létezését és munkálkodását lehetetlenné tegyék. De milyen a kapcsolatod mostanában ezekkel az ellenzéki pártokkal van -e egyáltalán, hiszen azért volt négy év közös múltatok. Hát ez a közös múlt azért érdekes, mert ugye még visszatérve a 2014-es helyi választásra, én megmondtam mindenkinek, hogy itt nincs lopás. És azt gondolom, hogy ez senkinek nem tetszett. Tehát tényleg nem volt kivételezés, nem volt olyan, hogy valaki jött és kért valamit, akkor én azt mondtam volna neki, hogy jó, nem tudtak semmivel sem olyannal zsarolni, ami miatt én nekem bele kellett volna menni bármifajta ilyen egyességbe. És úgy érzékeltem, hogy ez valahogy így nem működik. Tehát több esetben akár a Fideszből is megüzenték, hogy nekik sokkal jobb lenne, ha én bármelyik párthoz tartoznék, mert akkor már rég megegyeztünk volna és valahogy úgy érzékeltem, hogy ezt, ezt, nem, nem tudják valahogy, nem, nem tudják értelmezni. Na most nekem semmelyik pártal nincs ilyen szempontból rossz viszonyom, de jó sem, mert hogy nem vagyok sem az ellenségük, sem a barátjuk. És ez ugye azért nagyon nehéz dolog, mert sok esetben talán jobb lenne, ha az egyik vagy a másik oldalhoz tartoznék, mert akkor lehetnek vázi üzletelni. Na most ilyen szempontból ugye nekem a helyiekkel soha nem volt semmi problémám, tehát az összes helyi képviselővel ideértve a fideszeseket is, sőt az élet furcsa fintora, hogy a helyi fidesz vezetője az én unokatestvérem kisfia volt, tehát hogy ilyen szempontból még csak nem is volt köztünk olyan emberi ellentét, ami miatt nekem haragudni kellett volna bárkire is az országos politika csinált ebből, vagy csinál jelenleg is olyan problémákat ugye egy jobb vagy baloldali ember között, amit nem biztos, hogy nagyon kellene nekünk követni. Mostanában a legutóbbi választáson Márki Zaj Péter tanácsadója Tanácsadói testületébe voltál, ha jól tudom? Nem, ez sajnos tévedés. Ugyanaz internetes Wikipédián, ezt én vettem. is olvastam, és nem tudtam, hogy ők honnan veszik, tehát ez nem igaz. Egyszer, amikor megválasztották, akkor meglátogattam, mert úgy gondoltam, hogy ő is egy független ember, aki ilyen független értékeket képvisel. Hmm. Egy jót beszélgettünk, de onnantól kezdve nem volt Te semmi kapcsolat. Nincs fajta kapcsolatotok. Kapcsolat nincs, nem is volt. Jóban vagyunk, tehát ha kell valamit, vagy találkozunk egymással, akkor. Szívesen üdvözöljük egymást, de nem vettem részt sem a kampányában, a módmezővásárhelyiben, sem a mostaniban. Valószínű nekem azért lettek volna más gondolataim, mint neki, de erre nem került sor. Egyébként az előbb azt mondtad, hogy vagy ide, vagy oda tartozni, tehát vagy ellenzékhez, vagy kormányhoz, de nem mindegy. Nem egy rendszer ez? Tehát az ellenzék, a mostani parlamenti ellenzék az nem része a ner -nek. Ugye ez költői kérdés volt. Igen, költői kérdés volt, mert tudom rá a választ. Hát akkor szerintem ez természetesen De. látjuk, valahogy én egyszer úgy fogalmaztam meg, hogy amíg van Orbán Viktor, addig lesz Gyurcsány Ferenc, és amíg van Gyurcsány Ferenc, addig lesz Orbán Viktor is. Tehát ez oly szépen felépített dualista rendszer, hogy az egyik a másik nélkül talán nem is Egymást működik. Egymást tartják életben. Így van. Na most a költői kérdése visszatérve én azért tettem fel, mert viszonylag kevesen tudják. Tehát a hallgatók közül és általában a népesség közül azt kevesen tudják, hogy ez tulajdonképpen egy rendszer. Engem nagyon kemény támadás ért az ellenzéki pártok részéről, amikor azt mondtam, hogy nem kéne átvenni a mandátumot. Hát ilyen körülmények között a jelenlétünkkel legalizálni egy olyan hatalmat, aki mindenféle fondorlatokkal szerezte meg a kétharmadot választógi törvény átalakításával, befolyásolás, ijesztegetés, mindenféle tisztességre, oda nem kéne bemenni. És akkor azt mondják, hogy hogy képzelem? Hát őket megválasztották, de nem erre. Tehát nem erre. Tehát erről olyan kevés szó esik. Hát nyilván az ellenzéki politikusok erről nem beszélnek, de nekünk dolgunk, hogy azért erre valahogy rávilágítsunk, hogy a világ azért nem olyan. Eh, hogy mondjam, szóval nem, nem létezik a világ a neren kívül is, de mintha nem létezne. E, ugye megélhetési politikusokról nem beszélünk. Tehát valójában én úgy láttam, vagy amikor még 2014-ben eléggé benne voltam ebben az országos politikai viszonyrendszerben, sőt, hogy akkor kitindítson az ellenzék, ugye három jelölt volt, visszalépjenek -e. tehát olyan érdekes körülmények voltak, meg, hogy alakítsunk új pártot. Tehát sok mindenben részt vettem, vagy szerették volna, hogy részt vegyek. Nagyon hamar leesett a tantusz, itt majdnem minden a pénzről szól. Tehát arról, hogy azok a pártok, akik jelenleg is az ellenzéki térfélen vannak, azért nem akarják odaadni a saját mandátumokat, vagy azért nem akarnak egy nagy közös tömörülésbe belemenni, mert hogy mindegyik pártnak jár a fejkóta, járnak a pénzek, tehát hogy olyan akár a személyhet és személyes megélhetésüket nézzük, tehát én azt teljes mértékben rossznak tartom, hogy egy parlamenti képviselő olyan magas juttatásokat kap, és olyan sok előnyel jár, amit mondjuk egy Földi halandó talán soha el sem érhet. És addig, amíg ez így van, addig kvázi jó politikusnak lenni, hiszen beszél egy kicsit, egyeségeket köt, és megvan az ő saját megélhetése. Akkor, akkor egyetértenél mondjuk azzal a döntéssel vagy törekvéssel, hogy egy parlamenti képviselő maximum két cikluson keresztül lehessen képviselő, mert ez nem hivatás, hanem képviselet, amit illik váltani és a fizetése ne legyen több, mint amit a civil foglalkozása során keresett vagy hozzájutott, kapjon költségtérítést, mert nyilván vannak plusz költségei, de ne legyen azért vonzó a képviselői pálya, mert kimagaslóan magas a fizetés. Hát ez egy gyönyörű idealista elképzelés, végül is mi is. Én az vagyok. Igen, örülök neki, azért ülök itt. Mivel ugye saját maguknak szavazzák meg ezeket Így a juttatásokat, ezt elég nehéz elképzelni, de ha mondjuk azt legyen kétszerese az átlagfizetésnek, már szerintem azzal is megelégedne a lakosság, és ha megnézünk mondjuk olyan skandináv országokat, ahol a miniszterelnök is mondjuk biciklivel jár, vagy tömegközlekedéssel, vagy azért kell lemondani egy miniszternek, mert egy olyan ékszert látnak rajta, aminek nem tudja megmutatni az eredetét, hogy ő vette, hát akkor mi fényévekre vagyunk ettől a világtól, de minden esetre ezt a törekvést igenis jónak tartanám, vagy ezt az Na és mit szólnál ahhoz, ha például megvonnánk a pártoktól a költségvetési támogatást, és az egy százalék lenne, amiért minden évben meg kell dolgozni, ugye az egyházak, és hát mit tudom én, a nyugdíjaknak nincs egy százalék, a nyugdíjasoknak azok valami kvóta alapján, tehát, hogy mert nincsenek rákényszerítve a pártok a társadalmi kapcsolatokra, négy évente a kampány idején akkor ígérnek fűt fát, aztán utána négy évig, mintha nem lenne választópolgár, de ez a rendszer, hogy évente meg kell dolgozni azért az egy százalékért, ez talán új vért, vagy friss vért vinne ebbe az egész halódó rendszerbe. Hát azt gondolom, akkor létrejönne az a pártállami rendszer, amiben most is élünk, csak most nem olyan látványos. Tehát valójában a pártok azért kapnak állami támogatásokat, hogy fel lehessen mutatni egyfajta ellenzéki hát létezés, mint olyat, mert azt gondolom, hogy utána jönne ugye az a hazafias népfront, vagy nem tudom, hogy hívták régen ezt a nagy olvasztó tégeit nem tudom, nem hiszem, hogy ennek van most a realitása. Nem is azt mondtam, hogy most van realitása, de hát valami jövőképnek kéne lenni. Hát először is ez a képviseleti demokrácia, ez kezd kihaló félbe lenni, mert a részvételi demokrácia, Svájc a legjobb példa, ahol hetente három népszavazás van, megkérdezik a népeket, mert nem hülyék. Tehát előbb-utóbb el fogunk menni ebbe az irányba, tehát a képviselőknek a státusz az, Ö, ö, nyilván meg fog változni, de ö, ö, mint olyan közéleti ember nem tudod kivonni magad, tehát akárhogy nincs most olyan státuszod, aminek alapján Ilyen besorolás alá esnél, de hogy látod a jövőt? Mert engem már nem az érdekel, hogy, hogy most éppen, hogy, hogy most mi van, hanem az érdekel, hogy hogy fogunk ebből kimászni, és utána mi lesz. Mert nagyon könnyen lehet cseberből vederbe esni, és ennek megvan az esélye. Hát hasonlóan gondolkodunk, én is ezen szoktam gondolkodni. Két utat látok, aztán, hogy melyik lesz, az majd kiderül. Az egyik, hogy a Fidesz létrehozza a saját maga ellenzékét. Mert ha megnézzük, akkor ugye ők azért mehettek soros ösztöndíjjal tanulni, és kvázi megengedte nekik az akkori MSMP, hogy valahogy felnőjenek, vagy valahogy kinőjék magukat. És ugye ők azért, ha a szüleiket nézzük, végülis abban a szocialista körben mi magunk is abban, tehát szocializálódtunk. Tehát, hogy valahogy ez a, ez a kis pártállami struktúra, mintha onnan jönne. Na most, hogyha ő azt szeretné, hogy ne úgy, de mégis valahogy egy reform szinten hát folytatódjon ez a rendszer, akkor saját magából kell kitermelni azt az ellenzéket, vagy azt a ellenzéknek látszó következő hát ilyen hatalmi kört, aki aztán valahogyan tovább élteti az ő fennhatóságukat. Vagy van a második megoldás, amikor ugye azt mondom, csak hát ennek sem nagyon látom most a realitását, mikor működik jól egy demokrácia, ha tudatos polgárok Polgárok, állampolgárok, akik önállóan gondolkoznak, önálló egzisztenciával rendelkeznek, sokasága valamit szeretne... És önállóan döntenek. Így van. És ugye ehhez oktatás kellene. Milyen a jelenlegi oktatásunk kezd még ö, alacsonyabb szintre süllyedni. De csak egy új generációban, vagy egy új gondolkodásban lehet hinni, mert különben pedig az első forgatókönyv az, ami azt gondolom, hogy reális, Más nem nagyon tudok elképzelni. Én nekem nagyon komoly reményt ad ö, ö, a mostani diák megmozdulások sokasága és folytonossága, ö, tehát ők már másképp gondolkodnak. Ö, egy barátom mondta, hogy aki 30 évvel ezelőtti autóba ül, abból átül egy maiba, a se tudja, hogy mi, micsoda. Ők már a világot másképp látják, mint mi, akik a rendszerváltás idején léptünk be, vagy kezdtünk el részt venni a közéletbe. Én ezt nem biztató dolognak. Nincs látom, Azt is látom, hogy nincs eszköz a Fidesz és a kormány kezébe, hogy velük valamit kezdjen. Ez a Pankotai Lili nevű lány, aki állítólag trágárul beszélt, hát mondott csúnya szavakat. De hát szoktak ilyet mondani a másik oldalon is. Olvasom a nyilatkozatait, egy roppant intelligens kis teremtés. Tehát olyan pontosan megfogalmazza a dolgait, hogy öröm olvasni. Szóval azért ne essünk itt ilyen messiás váró hangulatba. Mi volt eddig is, és mindig a felbukkanó ilyen ellenzéki? nem tudom, szerepnőknek gondoljunk a Blankára, meg most a Bangotai Lilire, meg a nem tudom én kire, vagy akár rám is, hogy hú, majd most jön egy messiás, és akkor megváltja, és másképp gondolkodik. Nem. Tehát ehhez mindenkinek hozzá kell tenni a saját maga gondolatát, és ezek a fiatalok szerintem tényleg őszintén gondolkoznak. És meggyőződésem, hogy Orbán Viktor is ilyen időskorában ugyanígy gondolkodott, őszintén más akart, más rendszert akart létrehozni. De aztán, amikor ők elkezdenének úgy ténylegesen politizálni, akkor jönnek ugye azok az árások és a kapuk, hogy tulajdonképpen egyik pártnak sem lesz érdeke, hogy felkarolja, illetve ha lenne olyan kvázi párt, ami úgy gondoltam, hogy majd a Momentum lesz, aki ugye ezt a fiatal erőket hát valahogy összefogja, azt is szépen lassan bedarálják azok, akiknek ez nem érdeke, hogy hogy ők előtérbe kerüljenek. Csak ebben látom, különben én is a jövőt, tehát nem vagyok ennyire pessimista, de azért egy ilyen realista emberként. Tehát ezzel foglalkozni kellene, vagy kellene, hogy akkor legyen olyan szervezet, szerveződés, emberek, akik képzik őket, akik tehát megpróbálnak ezzel valamit kezdeni. Apropó, most egy kedves hölgyel együtt a tízezer fő alatti településeken élő nőknek csinálunk olyan közösségfejlesztő vezető képzést, amire majd egy hónap múlva lehet jelentkezni, pont azért, hogy új hangok is megjelenjenek, elsősorban a közéletbe. Aztán, hogy belőlük lesz-e majd olyan ember, akik megváltoztatják a nagypolitikát, hát ezt majd a jövő eldönti. Na visszatérve a messiás várása, én azért messiást várok, illetve nem messiás, hanem messiásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a lányka, akit említettünk, a Pankota Lili, ő nem vezér ennek az egész társaságnak, hanem egy a sok közül, aki egyenlő velük. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak, és hát ők lesznek a, az új ö, messiások, akik talán meg tudják váltani és ö, át tudják alakítani ezt a világot, egyébként, amit mondtál, a polgárok. Tehát demokrácia a polgárok nélkül elképzelhetetlen. Sajnos a magyar, hát most csúnya szót használok, de leginkább olyan cselédnépféle. Tehát nincs önálló akarata, nem vágyja az önálló döntések jogát. Hát hogy néz az ki, hogy a miniszterelnök egyszer csak bejelenti, hogy ő döntött, hogy a sportpályákon nem 18 foknak kell lenni, mert a sportolóknak, ő, hát hogy, hogy? A miniszterelnök dönt arról, hogy egy futballpályán vagy egy úszodában hány fok van. Szóval az embernek az esze megáll, hogy itt nem vezetőket várnak, hanem vezéreket. Vezérel van, és a vezérelv az mindig alárendelt viszont jelent. Tehát a magyar idézőjelvet polgárok, legalábbis a társadalom jelentős része, az nem is igényli azt, hogy döntésekhez jusson, mert fél tőle. Inkább elpusztul, mint hogy gondolkodnia kelljen, mert a döntés az felelősséggel jár. Hát nem volt véletlen, hogy 90-ben az volt az Antal kormány egyik jelszó, hogy szabadság és felelősség. Szabadság felelősség nélkül nagyjából oda vezet, ahol most Magyarország tart. Ez igaz, de ne felejtsük el, hogy ugye mi most beszélünk arról, hogy a polgárság mint olyan. Szerintem mi valami posztfeudalista társadalomban élünk, tehát Magyarországon azért nem volt időszak, mert ugye rögtön jött a szocializmus, nem volt arra időszak, hogy az a fajta klasszikus polgárság kialakuljon, amire egy demokratikus jogállamot rá lehetne építeni. Tehát én nem a magyar embereket, hanem azt a történelmi időszakot, vagy azt a megélt időt tartom inkább felelősnek ebbe, amiben mi belenőttünk. Tehát természetesen ebbe én igazságot látok, amit mondasz, csak valahogy úgy érzékelem, hogy még maga az egész társadalom, aminek mi is része vagyunk, inkább egy ilyen posztfeudalista vezérelvű királyságban hisz és jó arra gondolni, hogy majd Kádár János megoldja, majd Orbán Viktor megmondja, majd Gyurcsány Ferenc elintézi, mert hogy ezek ilyen kézzel fogható emberek, és ugye, ha most azt nézzük, hogy mi Európa meg Ázsia közepén vagyunk, és akkor, hogy most mi mennünk a, a, az erősebb, hát valószínű ezt inkább egy társadalomkutatótól kell megkérdezni, mondjuk, mint tőlem, de én ezt érzékelem, hogy talán az a fajta társadalmi folyamat nem játszódott még le, ami egy erősebb polgársághoz vezetne. És ahogy látom a mostani gazdasági folyamatokat, hát nem is ebbe az irányba megyünk, mert ahhoz kellene, hogy ténylegesen gazdaságilag megerősödött, szabadon gondolkodó, szabadon élő emberek legyenek. Hát kérdezzek erről a tízezer alatti településeken indítandó ö, ö, tanfolyamrendszer, vagy minek lehet ezt nevezni, vagy képzés, vagy, vagy okítás, hogy ennek mi a társadalmi célja? Ez egy pilot projekt, csak 30 fő lesz az első ilyen csoportba benne, részben azért, hogy azok a helyi ügyek, gondoljunk például akár egy Balatonparti településre, azokat valahogyan képviseljék az ott élők. Tehát arra gondolunk, azzal a kedves <laughs> hölgyel, aki most nem hatalmazott fel, hogy elmondjam a nevét, <laughs> de együtt gondoltuk ki ezt a projektet, hogy azokat a helyi ügyeket tudják képviselni. Mondjuk akarjanak építeni egy játszóteret, vagy ne engedjék, hogy beépítsék mondjuk a strandot, vagy létre akarnak hozni mondjuk egy öregek napközét. Tehát, hogy legyenek olyan emberek, akik ki tudnak állni, meg tudnak szólalni, tudnak ügyeket képviselni. És hogyha látnak ilyen, közösségépítő vezetőket az emberek, akkor lehet, hogy elgondolkoznak azon, hogy lehet, hogy ilyen képviselőre lenne szükségünk. És miért a nőkre gondoltunk? Mert ha megnézzük, a magyar politikai életnek talán ez az egyik baja, hogy szinte férfiakból áll. És nem akarok én itt nő meg férfi közötti különbséget tenni, de azt tudom mondani, hogy nem kvóta alapon, hanem rátermettség alapon kellene ezeket az ügyeket képviselni, és sokkal kevesebb esélyt látok mondjuk a nők ilyen jellegű megjelenésére, mint mondjuk a férfiaknak a vezető szerepbe töltésére. Állításod igazolására hadd mondjak egy indiai példát. Jó néhány évvel ezelőtt Indiában elindítottak egy olyan kezdeményt, kormány támogatásra, aminek az a neve, hogy szegények bankja. Ez tulajdonképpen egy másodlagos piac, aminek az a lényege, hogy újra felhasználható termékeket, csomagolóanyagokat, például szappant főztek, gyertyát öntöttek egyebeket, és ehhez adtak pénzt, nem sokat, de adtak a szegény sorba élő falusi lakosságnak, és csak nőknek adtak és megindokolták, hogy a nők miután családot vezetnek, mert hát az ő dolguk abba a kultúrába, abba a társadalomba is, sokkal felelősségteljesebben gondolkodnak és döntenek, mint a férfiak. Tehát nagyon jól választotok, és nagyon jól teszitek, és én se kvótám, a kvót az egy hülyeség. Így hát az akárki bekerülhet oda, ha ügyesen könyököl, és akkor cseber, cseberből vödörbe jutottunk. De ha ráébresztjük az embereket arra, hogy milyen lehetőség rejlik bennük, csak ezeket fel kell kutatni, ezeket fel kell tárni, akkor akkor ez egy óriási dolog. Ne, teljesen egyetértünk, én is így gondolom. Az egy más kérdés, hogy ugye az ember elgondolkodik, hogy megéri ebben a világban a közösségért élni vagy tenni. Tehát most is például egy olyan helyen ülünk, hogy igen, megéri, vagy legalábbis mi hiszünk abban, hogy igen, érdemes jónak lenni és tenni a közösségért. És talán Teréz anya mondta, hogy ha mindenki csak a háza előtt söpörne el, akkor tiszta lenne a világ. Tehát azért gondolom, hogy le kell menni a mindennapok helyi szintjére ahhoz, hogy itt a világ megváltozzon, és én inkább ebben hiszek, hogyha sok ilyen ember van, sok ilyen közösség van, valahogy egy picit jobban kitisztulna a világ, és nem biztos, hogy hajbokolni kellene olyan politikusoknak, akik nem érnek ilyen szempontból nagyon sokat, hanem inkább csak beszélnek, vagy ellenségeskedészítanak, vagy saját magukénak tekintik azt a közvagyont, ami a miénk hát most ezen az úton indulok el. No hát, kedves Tétény Éva, először is köszönöm, hogy itt voltál velünk, közel egy órát beszélgettünk, másodszor megnyugtattál, hogy van élet a polgármesterségen kívül is, és egyáltalán nem adtad fel a közéleti aktivitásodat. Az emberek azt gondolják, hogy a közéleti aktivitás az pozíciókhoz kötött egy frászt az minden polgárnak lehetősége, sőt azt mondom, hogy kötelessége. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk, és köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet és a türelmet. Minden Én is jót. köszönöm a lehetőséget. Minden jót viszont hallásra.